Múlt heti sajtótájékoztatómban beszámoltam arról, és próbáltam a nyilvánosságnak hírt adni arról, hogy Kárpátalján egészen egyszerűen a magyar tanítás egy újabb észreszejtő szakaszába lépett. Nem csak megpróbálják a magyar feliratokat, a magyar zászlókat és nemzeti jelképeket eltüntetni, a magyar, a KMKSZ-hez köthető tanárokat az állásukból elmozdítani, vagy éppen iskolaigazgatókat ideológiai alapokon kirúgni. Mára sajnos a helyzet még rosszabbra fordult, hiszen a helyi ismerőseink, barátaink elmondásai alapján megtudtuk, hogy több száz rendőr és katona érkezett Kárpátaljára, akik a 18-tól 60 éves korig tartó korosztályt próbálják, a katonaköteleseket összefogdosni és behívót adni át számukra. És hát ez szomorú sorsot vetít előre, hiszen tudjuk, hogy a 128-as munkácsi hegyi dandár súlyos veszteségeket szenvedett el Szoledárnál, ahol az ott tartózkodók csak húsdarálóként emlegették ezt a csatahelyszínt, és hát nagyon érdekes, hiszen Ukrajna gyakorlatilag a kisebbségekkel feltöltött csapattesteit próbálja ezekbe a húsdarálókba küldeni, ezáltal is megpróbálja felszámolni Ukrajna területén található kisebbségeket. A magyar kormány pedig, hogyha nem is tétlenül, de szinte a szemét félig becsukva nézi végig ezeket a történéseket, ahelyett, hogy végre valami hathatós intézkedést tenne, gondolunk itt arra, hogy a magyar kormány megkereshetné az Emberi Jogi Európai Bizottságot, követelve azt, hogy Ukrajnában a kisebbségeknek ne eshessen több bántódása, illetve a magyar külügy próbáljon meg mindenféle diplomáciai nyomást gyakorolni az ukrán külügyre, illetve Magyarország függessze fel bármilyen segítségét Ukrajna részére, egész egyszerűen azért, mert nem nézhetjük tétlenül, hogy a kárpátai magyarságot felszámolja gyakorlatilag az ukrán állam. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom a kormányt a leghatározottabban arra kéri, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kárpátai magyarságnak ne essen több bántódása, hiszen nem csak a katonakorúakat veszik elő, és nem csak a katonakorúakat próbálják meg vegzálni, hanem sajnos az ott maradt lakosságot is, áramkimaradásokkal, légvédelmi szirénával és minden mással folytatnak ellenük pszichikai hadjáratot és hadviselést. Mi azt gondoljuk, hogy egy totális magyartalanítás zajlik, de nem csak a magyar kisebbségekre igaz ez egyébként, hanem a Ukrajnában élő lengyel, illetve moldáv kisebbségre is igaz. Nagyon reméljük, hogy Ukrajnának ez a fajta kisebbségpolitikája egy kontraproduktív fordulatot fog venni, és a végén nem úgy fognak alakulni a dolgok, ahogy ők ezt eltervezték.